Idén is segíti a belügyminisztérium a szociálisan rászorult családokat téli tüzelőanyaggal. Ebben az esztendőben erre a célra 5 milliárd forintot különítettek el a költségvetésből. A program még 2011-ben indult, idén július 31-ig nyújthatták be a pályázataikat azon települések önkormányzatai, amiknek a lakosság száma nem éri el az 5000 főt. Bogyiszlón figyeltek arra is, hogy az egyedülélő nyugdíjasok is részesülhessenek a támogatásban. Nagyon örülök neki, kimondottan nagyon örülök neki. Soha nem kaptam még semmit se a hivataltól. Most egyedül maradtam, a férjem meghalt, és akkor így kaptam. A bogyiszlói önkormányzat házhoz szállítja a tűzifát, sőt az idősebb rászorulóknak akár az udvarba is behordják. 206 köbméter tüzelőanyagra kapott támogatást a település, amit nagy részben már ki is osztottak. Pillanatnyilag 95 köbmétert már megkaptak a jogosultak, és még karácsony előtt a 145 korábban beérkezett igény, mindet igyekszünk kiszolgálni. A Tolna megyei Kurd is pályázott a szociális tűzifára. Müller János polgármester elmondta, hogy az elmúlt 3 évben csökkentették a támogatás mértékét, de ez valószínűleg annak köszönhető, hogy időközben mérséklődött a településen élő munkanélküliek és rászorulók száma. Idén 64 erdei köbméter fára kaptak támogatást. Ezt már mindet kiosztottuk. Furcsa módon nem 64, hanem ennél több család kapta, hiszen tehát olyan nagy volt a jelentkezők száma, hogy az utolsó 5 köbmétert azt már 10 embernek osztottuk szét. A támogatásból vásárolt tüzelőanyagot az önkormányzatoknak legkésőbb 2021. február 15-ig kell kiosztania.